Ugye emlékeztek még a 90-es évekből az otthoni videózásokra? A hazai TK-k polcairól még hiányzó filmeket, a kézről kézre adott, rossz minőségű, házilag barkácsolt, egyszereplős narrációval élvezhettük végig. Visszajövök! Ezek voltak az alámondásos filmek. A leszállási koordinátákat bejelöltük a térképen. Radiofrekvenciákban. Von wem kriegen wir Feuerschutz? Darauf wartest du vergebens. Das ist ein Einsatz ohne Rückfahrt. Sobald der Vogel uns abgesetzt hat, stehen wir allein. Ez egy olyan akció, ahol nincs visszaút. Ja, sagt's denn, es wird immer besser. Na, egyre jobb lesz a helyzet. Wir haben bald vorgeschriebenen Landepunkt Alpha erreicht. Azonnal elérik az előírt Alpha leszállópontot. Schalten Sie jetzt das Nachtsichtgerät ein. Kapcsolják be az éjjeli látókészüléket. Billy! Hab ich dir erzählt, wie ich gestern bei meiner süßen Maus war und ihr gesagt Billy, habt, ich brauche jetzt eine kleine Muschi? Darauf sagt sie, ich auch. Ott meine ist so groß wie ein Scheintor. Ich mondtam, hogy most nem lesz rá szükségem. Hey, kapierst du nicht, Mann? Die wollte eine kleine haben bei ihren... Nem akarsz te is egy ilyen kicsit? So groß wie ein Scheintor ist. Okay. Hey, diese stinkende Scheiße kannst du mir nicht anbieten, Mann. Ezt a büdös szart. Csak nem akarod nekem kínálni. Ihr seid eine Bande von blöden Wechsern, wisst ihr das? Das Volk hier macht euch zum supergeilen Dinosaurier. Genau wie mich. Hey, Dinosaurus csinál belőletek. Mondd, miért hívnak téged? Shaq Blaine-nek. Haben euch auf Empfang, Roger. Das hier haben Sie mir 72 in Vietnam verpasst. Vettük az adását. Wir haben beide eins bekommen, Dutch und ich. Ezt már elrontottuk 72-ben, Vietnamban. Dutch és én. Du hast ja wirklich eine eklige Angewohnheit, Mann. Borzasztó rossz szokásaid vannak. Utálatosak. A koordináták a leszálláshoz, azok rajta vannak a térképen. A rendezvúpont és a rádiófrekvencia mind megvan adva. Mindenkinek megvan a rádiókapcsolat. Kifedez minket? Senki. Ez bevetés, kijárat nélkül. Itt, amint leszálltunk, egyedül vagyunk. Annál jobb. Készüljenek fel, hamarosan elérték a leszállóhelyet. Kapcsolják be az éjszakai látókészüléket. Billy, meséltem már, hogy tegnap, mikor a sajomnál voltam, és mondtam neki, hogy egy kis punci kéne nekem. Erre azt mondta, hogy neki is, mert az övé olyan nagy, mint egy nagy kapu. Hey, nem érted? Azt akarod csak mondani, hogy kicsi legyen neki, mert az övé az olyan nagy, mint egy nagy kapu. Hey, ezt a szart nem adhatod le nekem, ember. Hey, ti hülye rejszolosok vagytok, tudjátok ezt? Hülye buzék, ez szuper kanos dinoszaurusszát tesz benneteket, mint engem. Én azt mondanám, hogy a never változtass meg. Fogunk benneteket. Hát, 72-vel kaptok Vietnámba ezt. Du hast ja wirklich eine eklige Angewohnheit. Ennek tényleg egy undorító szokásod van, ember. Rendezvous points and radio freaks are indicated and fixed. Most már tudjuk, hogy merre vegyük. Nem sokára odaérünk. Ki fog ránk vigyázni? Senki nem vigyáz ránk, egyedül vagyunk. Abban a pillanatban, hogy átértünk a határt, senki nincs, nincsenek kint támogató csapatok. Gondolhattam volna.
magadra. Emlékszel, amikor egyik barátnőmnek azt mondtam, hogy kéne egy kis macska? És úgy kirúgott két lábbal. Na mindegy, hát azóta se láttam. Mindvár el ezt a tűzt az orrom alól, jó? Ennyi buzi. Nem szeretitek a sajt? Tudod, hogy milyen szexuális dolog a rúzt ez belőle, ha ezt megeszed? Jó, van, hát akkor tudod hová kenyed. Ebben volt, Dutch, meg én is kaptunk egy ilyet. Helyei, valamint a rádió hullámok egyeztetve. 4 óránként felvettük velük a kapcsolatot. Kik a hátvédjeink? Olyan nincs. Magunkra vagyunk utalva. Amint átmegyünk a határon, egyedül leszünk. Percről percre egyre jobb lesz. Figyelj egy kicsit! Figyelj! A múltkor azt mondom a barátomnak, hogy szeretem a kis puncit. Erről azt felel, hogy ő is azt szereti. Ugyanis az övé akkora, mint egy ház. Tudod, az a helyzet, hogy a ház, szóval kicsi. Édesebb, mire szart innen. Mitől a nyámnyila alakok vagytok? Ez a szer kanossá tesz benneteket, erősíti a potenciát. Nem hiszed? De, ezt meg a fájós seggedre kend rá. Ez még 72-ben volt, emlékszem rá. Nagyon csúnya szokásod van. A landolás koordinátai be vannak jelölve a repülési térképen. Egyeztettük az időpontokat és a pozíciótokat is. Tűzvédelmet adunk nektek, amíg sikerül bázis teremtenetek a szárazföldön. Ez ágyszenet, ötömetesen. Egyre jobb lesz. Készüljenek fel. Hamarosan elérjük a landolás kijelölt pontját. Készüljenek fel az éjszakai landolásra. Billy! Billy! Meséltem neked, hogy milyen volt tegnap a kis egész önnél? És amikor mondtam neki, hogy szűk kis musira van szükségem. Tudod, mit mondott? Na jó van. Ezt a büdös vatakot nekem ne kínáld, ember. Micsoda hülyék vagytok ti? Ez nagyon finom. Tele van kalóriával, és ugyanolyan erősek azt a kölle, mint én. Jobb volna, hogyha betartanád. Vétel. 72-ben Vietnámban is elszúrtok.
Mind a ketten megkaptuk a magunkért. Hey. Du hast ja wirklich eine eklige Angewohnheit, Mann. Nagyon utálatos szokás az van ember. A találkozási pontok rajta vannak a térképen, meg vannak a rádiófrekvenciák is. 4 óránként Evex kapcsolatunk lesz. Ki segít, ha baj van? Sajnos senki, öregem. Visszafelé nincs segyünk. A határ túloldalán nincs segítség. Egyre jobban hangzik, Dilon. De Billy! Billy! Képzeld, oda mentem a csajomhoz, és azt mondtam, vágyom már egy kis pinára. Azt mondja, én is, mert az enyém akkora, mint egy ház. Nem érted. Kisebbet szeretne, mert az övé túl nagy. Akkora, mint egy ház. Védd innen ezt a szart az orrom alól, légy. Mind hülye muzik vagytok, nem tudjátok, mi a jó. Pedig higgyétek el, ettől igazi vikák lennétek. Épp olyanok, mint én. Dugd a seggedbe, de jó mélyen, jó? Az időjárás 1972-es Vietnámia vagyok. Dutch is kapott ilyet. Undorító szokás, miért is titkolná? Is. 4 óránként Evex kapcsolatunk lesz. Ki segít, ha baj van? Sajnos senki, öregem. Visszafelé nincs segyünk. A határ túloldalán nincs segítség. Egyre jobban hangzik, Dilon. De Billy! Billy! Képzeld, oda mentem a csajomhoz, és azt mondtam, vágyom már egy kis pinára! Azt mondja, én is, mert az enyém akkora, mint egy ház! Nem érted. Kisebbet szeretne, mert az övé túl nagy. Akkora, mint egy ház. Védd innen ezt a szart az orrom alól, Billy. Mind hülye muzik vagytok, nem tudjátok, mi a jó. Pedig higgyétek el, ettől igazi vikák lennétek. Épp olyanok, mint én. Dugd a seggedbe, de jó mélyen, jó? Az időjárás 1972-es Vietnámia vagyok. Dutch is kapott ilyet. Undorító szokás, miért is titkolná? Thank you.
Alámbulásos filmek. Csatorna.